Gondoltam, érdekel másokat is, hogy milyen csatornákról lehet információt szerezni. Olyan információt, ami egyrészt megbízható, de ha nem is megbízható, akkor legalábbis az, amit szeretnének, hogy tudjunk. Tehát gyakorlatilag a programot tartalmazza, így vagy úgy hasznos lehet. Én ezeket megosztom természetesen az Infobubble oldalon és az egyik ilyen, amit találtam is érdekes lehet, az ez az újságcikk, ez a citizengo.org weboldalról származik. Ez elég egyértelmű, akár erről a képről is, hogy miről van szó, akit érdekel, vagy nézze meg az oldalon, vagy pedig látogasson el a weboldalra, érdemes megnézni, ez az, ami az iskolákban folyik, illetve ami a jövőben közeledik és érkezik hamarosan az iskolában ez ugye hat éveseknek szóló házi feladat. Ez a következő hír, ez CBS News ról való, és itt arról számolok be, hogy 600 cég pályázott a 2000 mérföld hosszú fal megépítésére, ami ugye Amerika és Mexikó határán fog állni. Ez egy 10 méter magas fal, ez CBS News pont.com weboldalról való, nézzünk bele gyorsan. Annyi még kiderül ebből, hogy 654 mérföldön keresztül már van fal, és mintegy egy 2,3 milliárd dollár az egész projekt. Most az, hogy a 654 mérföld, vagy pedig a 2000, ez számomra nem teljesen egyértelmű, azonban az biztos, hogy egy 30 láb magas, az, mint egy 10 méter magas falról van szó. Következő ez a Patrióta Európa mozgalom. Igazából én nem nagyon szoktam olvasni, amit írnak, de követtem, mert legalább magyar nyelvű és érdekes az, hogy mi az, amiről beszélnek, vagy mi az, amiről éppen a magyarok hallanak. Ez ugye Makovec Imréről, Imrétől egy idézet, ami arról beszél, hogy ember úgy dolgozom, hogy szórakoztassa Istent, az embereknek ugye fogalmuk sincs arról, hogy melyik Istenről beszél Makovec Imre, ez a legnagyobb probléma, ugye maga a Makovec szó, mint uh, Makovec Imre. Természetesen egy szabadkőműves, ugyanúgy, ahogy az összes többi ember, akit mi híresnek tartunk, maga ez a belső elrendezés is, ugye a nap, illetve a főnix madarat szimbolizálja a szárnyakkal, illetve... Ez az egész konstrukció a napistenről szól, és a főnixmadáról háttérben a pogány, valószínűleg ez a Jézus szobor a jól ismert szabadkülműves kéztartással. Ugyanúgy, ahogy ezen az épületen jól látható, a kétfejű sas a jól ismert jelkép. Úgyhogy még egyszer érdekes az, hogy mi az, ami történik a világban, nem feltétlen azért, hogy új információt tudjunk meg, hanem csak, hogy ér érezzük azt, illetve legyen tudomásunk arról, hogy hol tartunk időben, és mi az, amit a társadalom úgymond programként kap. Még annyit, hogy nem mondom azt, hogy a Patriota Európa mozgalom az a része, az Illuminátinak, vagy az új Világrendnek, vagy bárminek, én azt mondom, hogy ebben a szellemiségben működnek, hiszen nem ismerik eléggé a világot, amiről próbálnak információt nyújtani, maga a jel is, ugye egy Ötágú csillag. Következő a CBC arról számol be, hogy a kanadai konzervatív vezető arról beszél, hogy akár a hadsereget is. Be kellene, vagyis be lehetne, sőt be kellene vetni, hogy a bevándorlókat megakadályozzák a határokon. Úgyhogy azok számára, akik azt gondolják, hogy még egyszer, hogy ebben a játékban vannak jók és vannak rosszak, azok sajnos félreértik azt, ahogyan a világ működik. És ez nyilvánvaló az alapján, hogy Kanada bármennyire is liberálisnak tűnik, ők is ugyanazt a stratégiát követik mint máshol a világon erősítik meg a határokat, hiszen az embereket meg akarják akadályozni, hogy átjárjanak azokon. Yahoo News, a következő ez ugye egy fehér rasszista megölt egy fekete férfit, és azt mondta, hogy ez csak fenyegetés volt, hogy az embereket, embereket vagy el, elrettentse a, a kevert kapcsolatoktól, tehát a fekete fehér, vagy bármilyen ö, a népcsoportok közötti kapcsolattól. Természetesen ez része annak, annak a kampánynak, ami Amerikában folyik, hogy a különböző embercsoportokat egymás ellen fordítsák, hogy ez igaz vagy sem, valószínűleg nem, mint ahogy az összes többi, de ezt nem tudjuk teljesen mindegy mindig. Az a lényeg, hogy mi a következménye egyes akcióknak, és onnan lehet megtudni, hogy ki áll a háttérben. Természetesen ez is az elit, akik uralják és irányítják a világot, az ő érdeküket szolgálja, hiszen az embereket még jobban egymás ellen fordítja, különösen a feketéket és a fehéreket. De egyébként mindenkit a fehérek ellen lassan. Következő hír szintén Yahoo News, és ez pedig ugye Dick Cheney, aki arról beszél, hogy nincs is kérés afelő, hogy Oroszország beavatkozott az amerikai elnökválasztásba, és ez egy háborús ok lehet, illetve egy háborús tett. Akinek kérdése van affelől, hogy esetleg a Cheney része ennek az egész úgymond összeesküvésnek, annak utána kell nézni a bizonyos dolgoknak, ugyanis valószínűleg elkerült a figyelmét egy más. Még Cheney ugye volt amerikai Elnök helyettes George Bush idejében, és mindenféle szálokkal kötődik ahhoz a katonai gépezethez és ahhoz, ahhoz a cégrendszerhez, aki tulajdonképpen az összes háborút a világon, különösen a közel-keletet finanszírozza, előidézi, és fenntartja, és ellátja eszközökkel. Egyrészt ellátja eszközökkel az úgynevezett terroristákat, így egy folyamatos keresletet generál az antiterrorizmushoz, mindkét oldalt ellátja fegyverekkel, és közben rengeteg embert megöl természetesen, és óriási pénzeket generálnak. Így működik maga a háború. A háború nem más, mint egy üzlet, mindkét oldalt finanszírozzák, ellátják, ugyanúgy, mint az orvostudomány, a gyógyszeripar, a rák, a védőoltás. Az oktatás, ezek mind-mind hasonló elven működnek. Keresetet generálnak, aztán pedig ügyfeleket. És az idők végezetéig elmegy. A rák talán a leg legjobb példa erre. Kitalálták a betegséget, létrehozták, elterjesztették, utána pedig a megoldást is ugyanazok a cégek találták ki, és ők árulják úgy, hogy természetesen haszontalan az emberek, így is úgy is meghalnak, csak így még pénzt is lehet belőle csinálni gyógyszeripar követi ezt szorosan, de az oktatás nem különben. Az oktatás teljesen haszontalan, igazából a nagy része hazugság. Persze fölkészít a világra, de elhitetik az emberekkel, hogy, hogy az oktatás szükséges ahhoz, hogy jobb életük legyen, aztán ugyanúgy munkanélkül lesz a legtöbb ember, mint anélkül, csak közben még rengeteg pénzt rá is költött arra a szemétre. Nem azt mondom, hogy nincs szükség oktatásra, vagy abban való részvételre, természetesen szükség van ugyanúgy, mint egy háziorvosra, hiszen az emberek valahogy meg kell lenni a világban, azonban azt gondolni, hogy az oktatási rendszer az igazságot, vagy valódi tudást terjeszt, az naív, hiszen akik létrehozták az oktatási rendszert, soha nem engednék azt, hogy az igazságot ott elmondják nekünk. De visszatérve még egy szóval, a magára a háború Dick Cheney-re, aki ugye a Halliburton céggel van szoros kapcsolatban, illetve hát részvényes benne és több más hadipari cégben. Ők azok, akik létrehozták a CIA segítségével az al és Osama Bin Laden, t az összes többi mozgalmat ők pénzelték a történelem során. Nem feltétlenül ők személyesen, hanem ez a rendszer. Ki azt gondolja, hogy az őszírózsás forradalom, vagy bármi más, az az, vagy a race leégés, ezek, ezek organikus dolgok és események, az nem érti, hogy hogyan működik a történelem. Vagy a világot irányító elit. Ebben az ez is érdekes, ami itt történik, és ez pedig arról szól, hogy Trump vissza fogja vonni azokat az intézkedéseket, amelyeket Barack Obama hozott a klímaváltozás ügyében, Érdekes szerintem itt a játék arra megy ki, hogy azok, akik a, klí a klímaváltozáson nem értenek egyet, azokat negatív fényben tüntesse fel. Már így is erről van szó, de ez egyre inkább így lesz, különösen akkor, amikor egy olyan negatív karakter, mint Donald Trump, akinek mellesleg Trump az eredeti neve, hiszen német származású, és ő az, aki ezeket az intézkedéseket végrehajtja pontosan ezért fontos az ő szerepe, azok, akik azt hiszik, hogy ő valamiféle pozitív hős, vagy harcol a rendszer ellen, egyáltalán nem így van. Csak az ellenség sokkal okosabb és intelligensebb annál, mint ahogy a legtöbb ember gondolja. És ilyen módon fogja azokat, akik nem értenek egyet a rendszerrel, még inkább elidegeníteni, hogy egy, egy, egy úgymond antihőst állít azon mozgalmak élére. Következő ez CBC újra ahol ugyanis a londoni úgymond terrorista támadásról van szó, ami természetesen egy megrendezett esemény, ugyanúgy, mint az összes többi, legalábbis a nagy részük, ami Európában van. Aki igazi terror akar látni, annak javaslom, hogy nézze meg, hogy hogy néznek ki a közelkeleti robbantások, illetve terror támadások, azaz, ahogyan egy terror támadás kinéz az európaiaknak, fogalmas nincs arról, Igazából ők csak egy ilyen megrendezett színjátékot látnak minden esetben, és azt hiszik, hogy az valódi terrortámadás. Érdemes képeket nézegetni, csak készüljön fel mindenki arra, hogy az másképp fog mutatni. Ugye most mindenféle történetekkel előállnak, és így az emberek elhiszik, hogy ez az információ az az információ, ez így történt, úgy történt. Ezzel mind része a színjátéknak ugyanúgy, ahogy az összes többi, ami a médiában történik. Egy érdekesség a BBC-től ez pedig arról szól ugye, hogy a képen természetesen a, a feminista programnak a két fő szereplője ugye Merkel, Marine Le Pen, mellett, uh, Theresa May, illetve Nicola Sturgeon a skót miniszterelnök, illetve a brit miniszterelnök. Biztosan mások is feltűnt, hogy gyakorlatilag majdnem miniszterelnök lassan nő lesz. Egyértelműen egy, egy feminista programnak a része, és az, hogy a, a, a nőket tulajdonképpen férfinak programozzák, ez az egésznek az értelme. Illetve a másik az, ugye itt arról van szó, hogy a lábokat néztek, és nem azt, amiről szó volt, hogy... A másik az a szexista vonulat, ami, ami arról szól, hogy a nőket úton útféle minden sarkon, mindenféle e, támadások érik, és ezt valahogy, e, valahogy ellensúlyozni kell mindenféle jogszabályokkal, természetesen ez is ugyanúgy, mint bármiféle e, jogszabály, ami, ami a kisebbséget védi, mind-mind a szólásszabadságot, illetve a, az emberek általános szabadságát fogja tönkretenni, hiszen bármi, amit mondunk, vagy teszünk, valakit sérthet, így hogyha azt valamilyen módon szabályozni kell, akkor az el fog venni a mi szabadságunkból. Mindenki, aki ezeknek a mozgalmaknak részese, az ö, ugyanúgy része a problémának, mint ezek az emberek, csak ő nem előidézi, hanem csak egyszerűen részt vesz benne, és meg van tévesztve. BBC ugyanúgy, ahogy minden más fontosabb közmédia szereplő, csak és kizárólag a propaganda része, és ö, annyira nem is finom módszerekkel, de manipulálja az embereket. Sajnos az emberek nem képesek átlátni ezen. Ugyanerről szól Sky News, ami szintén egy hasonló, hasonló szánalmas összeállítása jelentkezik ugyanerről a témáról. Mellesleg, aki azt gondolja, hogy a miniszterelnöknek így kéne kinézni képen, az, az a valószínűleg problémák vannak. Amúgy is vagy egyáltalán egy, egy bárkinek így kéne megjelennie nyilvánosan, az sajnos ö, teljes mértékben hatása alatt van annak a programnak, amit ez a világ képvisel, és ö, túl messzire merészkedett az agymosásban. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat ö, helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!